Na csá, Csubi, csült ezt a csokoládé és traktorkerék, üdv a csatornák, Hipper jelentkezik egy olyan videóval, amiben elgondolta, hogy mit is fog csinálni, és azt fogjuk csinálni. Képzeljétek, gyerekek! Először is el kellene indítani a kombányokat, és ha már elindítjuk a kombányokat, kapásból szerintem üdíteni is kellene őket, mert egy kicsit tele vannak a kombányok. Megmondom a frankót, már most így utána számoltam, meg ugye már az előző részben is számolgattunk egy kicsit, hogy ez nekünk annyira nem fogja megérni. Ez a nagyföldön termesszük a dolgokat. Várjátok, hú, mind a kettőhöz kell menni, úgyhogy tök mindegy, melyikhez megyünk, megyünk el. Jó srácok, aztán igazából megállnak, az sem baj. És nekiállunk a már learatott tarlón mindenképpen. Olyan csodálatos dolgokat csinálni, kiléptem, beléptem, nem változott az ár, gyerekek, várjál, meg kellene nézni, hogy nem-e történt valami a repcével, nem, ezen. Egyébként írtátok, hogy följebb is mehetett volna, az körülbelül 200-ra, ugye az 10% árkülönbség, hogyha például 2200-ra ment volna, az 10% árkülönbség, tehát akkor nem 1 millió, nem 1 millió, 100 000-et kerestünk volna ezen a földön, hát annyira nem ment volna föl semmiképpen, hogy én nekem ez megérje. Mármint fölmehetett volna, hogyha mondjuk egy ilyen 5, ja, nem megyek én rá semmire, hanem a csövelőkébe. Nem éri meg, gyerekek, nem éri meg, ezt kell, hogy mondjam. Úgyhogy mindenképpen az állattenyésztésre rá fogunk állni. Néhány darab ólnak meg kellene csinálni a helyét, és úgy gondoltam, hogy akkor ebbe a szögletbe, ebbe a sarokba legyen az állattenyésztés, ezen réce. Kár, hogy a récét nem lehet, mi? Már ez 35%. 34-33, a másik az valószínű megtelik, amire odaérünk, nem baj. Nem is az lesz igazán, figyeljetek, ez ilyen talált pénznek mondható, mert hogy mondjam, ez a dolog, ami itten történik, ez az aratás, ez konkrétan az utolsó aratás lesz ezen a földön, ilyen jellegű, tehát maximum birkát kellene ternyészteni, és ugye még van nekünk 20 darab le van ragva, tehát tudunk még 12 darab ólat lerakni a módnak köszönhetően, ugye amivel megnöveltük 20-ról 32-re az ólat számát, 20 le van ragva, akkor nem olyan nehéz rájönni, hogy még 12-t le tudunk rakni, és úgy gondoltam 6 darab birka ólat kellene csinálni, és akkor meg kellene próbálnunk ezt birka, vagyis nem birka, hanem ugye a gyapjú, a gyapjú termesztést. Gyapjú termesztés? Termesztet? De nem. Előállítását. Remélem nem kövegnyírom a birkákat, mert akkor megőrülök. Jó, ez itt maradhat is, és akkor azt kellene csinálni, hogy meg kell nézni fölülről a területet, meg terület létrehozását kellene itt működni. De fogjátok utálni, de megint az lesz, hogy ugye csinálni fogok én magamnak egy olyan részt, ami mondjuk, hogy sík. Jó? Mert itt tényleg nézze, mekkora likak vannak. Úgyhogy körülbelül ennek az itt innentől lapítunk, és most egyből le fogom gömbölyíteni a szélét, szóval nem lesz abban gond, gyerekek, hogy ilyen csúfos lesz, ne aggódjatok, de itt van egy kis probléma. Ja, ott maradt egy kis gabona, úgyhogy azt lehet, hogy elmegyek, aztán learatom. Majd, hogyha végez ez a sor, jó? Igen, és akkor nézzük meg, hogy az ólak mekkorák. Állat ólak. Állatólag. És volt nekünk valami nagy shipping idei hely, nem? Ha jól emlékszem, ez mi? Birkákat tarthatott 350-et. Ez a legnagyobb? Ez a legnagyobb, ugye? 350 darab birkát tudunk itten tartani. És onnan lehet etetni, ez nagyon fontos, hogy valahogy úgy rendezzük el. Onnan lehet etetni, innen meg lehet. Ott lehet berakni a birkát, itt meg. Ezt nem tudom, hogy ez milyen rész. Szerintem ide kerül ki a raklapos áru, látod? És onnan megetetni. Az a lényeg, hogy akkor így legyen mindenképpen, így. 350 darab félre, ez a legnagyobb, ugye? Jól számoltuk, mert a sima, ez még ugye pig. Piget nem akarok, de ez olyan piget lehetne, gyerekek, azért az se gyenge. 1000 piget, 1000 disztót tudná tartani ebbe a katlába. Birka legelő nagy, ugye ez meg 250-es, de ez mondjuk meg ilyen, nem tudom, lehet, hogy ez is jó lenne nekem, nem? 250-es, de ez minden egyes oldalán van valami, úgyhogy ez nekem annyira nem tetszik. Hol van a kombányunk? Mindjárt beugrok ebbe a kombányba, megállítjuk. És akkor itt ezt learatom, hogy ne vesszen el semmi, ha már egyszer dolgoztunk vele ennyit,
akkor az összes legyen learadva. Az összes szem. Az öreg szem. Ja. Jó, van, mindjárt végzünk itt. Ebben a sarokban megcsinálom a birka legelős dolgát. Hát birka legelőnek hívják. Jó, nevezzük birka legelőnek. És akkor körülbelül ebbe a magasságba fogom húzni, mint ami itt a sarokban van nagyjából. És le fogom gömböíteni mindenképpen a szélét, jó? Szóval akkor nem lesz az, hogy ilyen csufondáré lesz, mint amilyen ezelőtt volt, hanem ilyen füves placot csinálunk kapásból, mert igazából tényleg az... Hát meg most ugye azért is tudjuk könnyen csinálni, mivel rengeteg pénzük van. Értitek? Ezelőtt ugye azért is volt az, hogy ilyen nagyon nyögvenyelősen indult, először csak két ól, utána megint ól. Most ugye konkrétan bele tudunk kezdeni kapásból a bjerka nyevelésbe. És akkor amit beszéltünk, hogy a marha az meg egy egész más helyen lesz, valahogy így próbáljuk elosztani, hogy a térképnek az egész területét, egész mapot sikerüljön ugye belaknunk. Na figyeljetek gyerekek, én nem akarok annyit vinkódni azzal, hogy én aratok meg vetek, meg igazából tudom, hogy ez hozzátartozik a mezőgazdasághoz, amúgy is kell, mivel ugye kell a csirkéknek, meg kölleni fog. Viszont a kombájnokat ugye át fogom tudni csoportosítani, meg igazából a vetőt is át fogom tudni csoportosítani, egy darab műtrágya azóra lesz szükség. Gyerekek, a birkáknak majd be tudok rengeteg füvet. Erről a hatalmas placról, ami itt megmarad, arról azért tudok bőven fűjjel. Figyeljetek, meg is indíthatnám így, aztán akkor szembe vagyunk a másikkal, nem? Ezt meg a végén majd learatjuk, mert igazából tök mindegy. Megindítom, hogy aztán legyen valami. Úgy van, mehetsz is testvérem az urba. És 57%-on van, lehet, hogy le kellene ürítenem őket, és akkor nyugodtan tudom csinálni az én birka telepemet. Legyen birka telep a neve, jó? Ha mindig másnak nevelem, birka úr, birka legelő, mindenféle birka, birka, de legyen birka, birka telep, oké? Okay? Hamutartó küldött pont most az előbb egy ilyen kimutatást, hogy ő learadta csak a, nem is tudom melyiket, a 41-eset, és neki jött le 170 ezer pénznyi, és akkor tudjak viszonyítani, hát igen, már ugye számoltam is közben, hogy nagyon nem éri meg. Nekem ez az egész. Hát itt ez valószínű, hogy nem fogok tudni oda bemenni mellé, ahol én elnézhetek gyereknek, látod? És ez nem a föld széle miatt gondolja, úgyhogy, ja, mert itt már le van aradva. Végeztünk is azon a földön? Az lehet, hogy végeztünk is, bazzat. Ja, mert csak ez volt az a kis beugró, meg ugye jön visszafele a kombány. Jó, akkor mindjárt megcsinálom én ezt itt még. Elindítom ezen, aztán akkor ide... mert mindjárt átrakjuk a kombányokat. Másfelé, várja. Gyorsan idébb állok a krazzal, mert az a meg pont befordult. Nem így állítottam meg, csak... ahogy kiugrottam belőle, így maradt. Jó, oké. Okay. Amúgy nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire elsőre gondolta a képer. Másik viszont 77%-on van. Jó gyerekek, jó lesz ez. Az egészet ugye be kell fűvel vetni, és akkor lesz egy möszben egy kaszáló. A marháknak az állattartáshoz való dolga az, meg nem itt lesz megcsinálva. Meg ugye akkor a csirkékhez a 41-es földet megvesszük, aztán az meg nekünk csodálatos jó lesz. Sanyi meg közben elkezdett tüzelni, természetesen. Jó, ezt itt át kell fordítanom erre. Néha kell csinálni, milyen bozs gyerekek. Visszaugrunk. Sanyika, ne ássál, kérlek! Könyörgöm szépen nagyon neked, hogy ne ássál. Jó. Egyébként egész jól megy ez az aratás, nem annyira paraszkodom. Gépi munkás, tök jó, hogyha körbeszeged a földet, szóval el lehet vele lenni, nincs semmi probléma, csak az, hogy nem nagyon nagy pénzt hoz. És hogyha még 50%-kal nagyobb pénzt hozna, akkor is csak ugye, mármint hogyha 3000-ért, tegyük fel, hogy 3000-ért nagyon-nagyon jó indulattal, amikor bekékül ugye, nagy a kereslet rá, akkor ugye el tudnál esetleg adni a terményt. De... Akkor is csak ugye, hogyha 1 millióval számolunk, az 50% haszonemelkedés, tehát akkor is csak másfél millió jön neki, szóval semmilyen körülmények nem éri meg. Ennyi munka nem éri meg ezt a hasznot, srácok. Úgyhogy ez így van, sajnos. Ezt meg viszont el kellene vinnem, úgyhogy kénytelen vagyok itt közben dolgozni.
mert nem fogok tudni üríteni majd. Hát ja, ez az aratás most egy kicsit elviszi az erőnket. De hát jó van, egy ilyen kanyaronként azért egy 100 000 beugrik a zsákba. Az se rossz, gyerekek. Csak már a keeper ilyen idejében gondolkodik, hogy ilyen... Már minden kevésnek lát. Ugye? Ma 100 000 euróban semmit nem jelent. Ezen a szinten, ilyen durva régebben 100 000 eurót kaptunk volna, az ilyen Isten láva kategória volt, nem is tudom, 100 000 eurós volt olyan, ugye volt a hitel a 100 000 eurós, igen, azt mondja, hogy örültünk neki, pedig akkor már kell, hogy volt is pénzünk, most meg 100 000 eurót, hogyha hozzávágnának. Ezért egyébként a sorskártyákat egy hicipicit elengedtem esetleg, hogyha reformálnánk, nem tudom, akkor talán lenne értelme, de valami nagyon drasztikusan, de most már annyira nem sok értelme van sorskártyázni gyerekek. Próbálok elég nagy ívbe venni, mert közben különben betörik a Werner elég rendesen. Jó, megyünk le. Ezt a földet megvárjuk, mindenképp akkor akarom megvenni, hogyha már, ha mázling van, akkor pont izé lesz rajt, búza. Mert ezt a földet azért meg kellene vennünk. Mert akkor ugye a tyúkoknak ugye nagyon könnyen el tudnám látni itt a izét. Ha áthoznám ide akkor a izét, a betőt, áthoznám ide a kettő kombájt, aztán akkor ezt így néha-néha a tyúkoknak meg lenne rajta az áru, és akkor nem azon a pici földön vinkódna az ember, hanem akkor csinálna azt, hogy lenne bőven gyerekek. Hát ott át lehet menni, figyeld? Ott annyi, ott van, érted? Aki föld, az majdnem összeér azza. Én lassítsunk kanyar előtt, azt akkor talán nem... Igen, van súly. Van súly, bocsász gyerekek, és meg már mi? Nem, várjál, megállt az egyik kombájn. Na várjál, mindjárt ürítünk azt, akkor lássuk meg. Milyen itt ez végződté? Hát azt hitted, hogy végeztél mi? Jó, van még ideje, amíg ürít, addig gyorsan visszafordítja a keeper. Azt hittem megtelett, de nem. Pörög a lóvé, megint ugye egy, hát 96 000 ugye nem teljesen 50 000 volt, 50 000-nél van 100 000 euró, 50 000 liternél. Jó, ezt így megindítja a keeper. Mennyit testvérem, oké, azt hozzuk vissza Verdát. Ez már olyan távolságra van, hogy ugye megáll. Ha megáll! Jó van gyerekek, no probléma egyébként. Néhányan úgy gondoljátok, hogy elvesztem a kontrollt, aztán nem fogom tudni megcsinálni az 1 milliárd eurót azért, mert túl sok mindenbe fogok bele, de valamilyen szinten nem tudom, hogy így gyerekek, ez sodródott. Egyszerű lenne számomra az, hogy megcsinálok 32 darab csirke ólat, aztán ugye folyamatosan hordanám be nekik a búzát, meg folyamatosan pörgetném az időt, azt adnám el megállás nélkül a tojást, de én azon gondolom, valahogy nekem az úgy nem lenne fair. Mármint, hogy egy ilyen egy darab dologra ráállnék, és akkor folyamatosan azt csinálnám, hanem hogy miért fel van. Oké, hogy elérem az 1 milliárd eurót, de egy az túl könnyű lenne. Ez hülye vagy kimben. Túl könnyű... Az igen, ez nagyon beékelődött gyerekek. Nem mondod? Gyerekek, beékelődtünk. Allod, ez úgy beékelődött. Ha, jó lesz. Jó van, oké. Legutolsó meccs várunk csak a Lumberjack módnak a szuper ereje. Ja, úgyhogy igen. Na, itt meg már arra tipp van a izé kombájnunk. De mi van? Már megint megálltuk a izé másik kombájn. Valószínűleg végigért, de nem baj, mert úgyis meg fogjuk indítani őket hosszába. Hogy rohadj meg. Egyébként úgy csúszik ez a game, mondjuk nem 80-ra kéne fordulni a gyergesre, lehet akkor jót tenni nekünk. Jó, a másik megállt, ez meg így végig oson talán. Végig oson, utána végigjön. Azt ide már nem is kell jönnöm, szerintem ez bele fog férni talán. Lehet, hogy kiürítem, azt elmegyek innen. Ezt a maradék akkor már bele fog férni. És akkor a hosszába fogjuk indítani őket, közben megcsinálom azt a részt. Jaj, bocs testvérem, na most aztán mi? Hallod, gondolja, hogy hülye. Hülye főnök, nekem jön a izéve, krazza, mit vár tőlem?
De azért hogy korrigálta a játok, gépi munkás? Ilyenkor ilyen izé, feje fölött így megjelenik ilyen mindenféle csúgya szau. Szau, ha csend lenne, de nincsen. Na 21-20-19, jó van, ebben már biztos, hogy belefér, úgyhogy megyek innen. Mert megyünk a másikhoz, meg beállítjuk őket. Hosszába menjenek, mint a vihar. És... ja, hát ezzel, igen, ezzel tényleg nem gazdagodtunk meg, hogyha belegondoltok. Nem? Ezzel nem gazdagodtuk meg, oké, itt van még ez a hosszú egyenes, de ez eléggé szűk. Szóval nem egy nagy bizlizót. Gyerekek, füves rét lesz mindenhol, ha látok-e. Nézzük, mi van itt, már megálltam ez a melós. Melós gyerek. A keeper itt megcsinálja ezt a sarkot, meg ott nem tudom, még volt egy-két hely, aztán hely. Ezt le is tudjuk szedni egybe, jaj, de jó. Jó van, legalább itt nem kell vinkódni, majd ugye kaszálógépet azt úgyis én fogom használni. Esetleg follow módban, majd utána kötünk egy izét, hamstert. Mert ugye fű kell neki, azt hiszem széna meg semmi, szalma semmi nem kell, remélem, hogy így van, nem néztem utána, de majd meg fogjuk látni. De ugye meg tudjuk nézni itt az infobordon, hogy ez hogyan vannak, ugye állattartásra rá, mész, sertés, trágya, lovak, szarvasmarha, birka, fű és széna kell, termékgyapjú. Jó, akkor fű és széna, hát akkor ezt minden kettőt, egyiket ezt... Fű és széna konkrétan majd ugyanaz, csak ugye az egyiket be kell izérni, be kell forgatni, szóval nem lesz olyan nagy probléma belőle. Jó, a másik az meg dolgozik erre, azt is lehozom ide, megindítom arrafele, aztán akkor már neki is állunk kiürítjük, azt neki is állunk építkezni, mert tényleg ennek a résznek az lenne a lényege, hogy csináljuk meg 6 darab birkaólat, ami nem tudom, hogy mennyi pénzbe kerül, biztos nem lesz olcsó, de közben még azért jön be pénz. A tyúkoknak viszont azt hiszem, hogy kezd elfogyni a kajájuk, bár annyi még talán lesz, hogy ugye egy darab vetésforgót kibírnak, ugye akkor mindenképp el kellene vetnem majd ezt a földet is. Akkor, amikor vetjük ezt a földet, ugye fűjjel, gyöppe, akkor majd azt is meg el kellene nyomni, le kéne nyomni. Ugye azt már búzával, és viszont az a búzás rész az már lehet, hogy kevés lesz, úgyhogy meg kell venni majd a legnagyobb földet, 41-eset, és akkor úgyis azon fogjuk majd itt tevékenykedni. Ez valahogy úgy kellene megindítani, hogy az egyiket, várja, ki is ürítem ezeket, ezt akkor nem lesz itt a probléma. Megindítjuk az egyiket egyik oldalt, másikat másik oldalt, a maradékot meg, hogyha úgy van, akkor leszedjük majd mi. Jó, ezeket a kombájnokat egyébként meg kell javítani lassan, mert már eléggé le vannak amort, izálódva. Na figyeljetek, ez meg, ezt át is veszem. Át is veszem, aztán akkor gyorsan Keeper ezt is leviszi oda. Azt is kiürítjük, beállítja, és akkor már nekiállhatunk építkezni. Jó, hát igen, ezzel, ebből nem gazdag szó, meg én már most látom, igazából babot ugye még megpróbálhatnánk, olyan hatalmas nagy változások, hogy ilyen dupla annyit nem fogsz belőle kiszedni, azt tudti, hogyha babot is vetnék, szóval nem is nagyon fogom erőltetni ezt a dolgot, füve levetjük, kész, csá. Megvan oldva, azt meg ugye úgy kaszálda, hogy éppen neked tetszik, meg úgy rendsodrózod. Egyébként ezeken a földeken annyi fű, meg széna, meg minden le fog jönni, hogy szerintem több vetésforgóra idő, vagy elég kaja is be lesz horva majd a birkáknak, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Ugye az is palettára készül, mármint a gyapjú, az is elvileg nagyon jó árban van, ugye nem... Kicsit olyasmi, mint a tyúk, ha belegondoltok, mert igazából beviszed neki a kaját, egyfajta kaját, vagy kettő fajtát esetleg, de lehet, hogy a fű meg a széna az konkrétan ugyanúgy működik, mint a tyúkoknál, ugye, hogy valamelyiket vitt be neki. Az előfordul, hogy az így working, tehát nem kell mind a kettőt, a tyúknál se kell árpát meg búzát, hanem csak egyfajtát viszel be, aztán az a lényeg, hogy valamelyiket vitt be. És akkor... Szerintem az úgy tök jó, meg igazából tök olyan, mint a tyúk, ha belegondolsz. Ott tojásokat palettára rakja ki, itt meg idejét rak ki. Azt hiszem, hogy itt vizet is kell neki, de hát az meg a legkevesebb, ugye veszünk egy kutat a középre, aztán utána meg ide egy lajtos kocsiba kihordunk nekik annyit, amennyit nem szégyellünk, az pénzbe se kerül, elvileg. Ugye a víz, nem is értem egyébként, itt a víz dolog az minek van, mert igazából az nem kerül pénzbe, ugye folyóból meg mindenhonnan tudod tölteni a lajtos kocsidat, ha olyan. Úgy van megoldva persze a mapon, nem mindenhol, például valahogy csak dekoráció a víz, például ezen a mapon is leginkább dekoráció a víz.
Tehát nincsen olyan funkciója, hogy meg tudod tölteni belőle a lajtos kocsidat, ellenben ugye nem is merül el benne a gép, tehát nincs az, hogy vissza kell ugratni, vagy ki kell menteni. Jó. Próbálom itt mondani, hogy mi a szitu. Mindent learatunk, gyerekek, ha már egyszer, ugye, evetettük ezt a böszme nagy földet, ami tényleg böszme nagy, de hát ekkora földet, szerintem büdös életben nem munkáltam meg a farmingba, főleg ugye az a baj, hogy rettenetesen tagolt, ezen a mapon ugye ennek a mapnak az adottsága, hogy eléggé tagoltak a földek. Jó, arra el sem megyünk, mert minek kerüljünk, itt átmegyünk, aztán akkor valami lesz. Jó, hát ezt a kombány, két kombány akkor meg ugye ugrani fog innen, mert nem lesz rá szükség. Mert ugye a fűhöz, ugye majd kaszát kell vennem meg mindenféle dolgot. Hát a kaszára valami apádnak a nemi szerve rímelne, de majdnem mondtam is. De inkább ki vagy jó. Vegyék kaszád vagy apád. Jó, ennyi. Ennyi, nem kell kifütyülni, mert nem mondja ki a keeper, ugye? Hát nem akarok csúnyán beszélni, most komolyan. Miért ez? Elég, hogyha gondolom. Na, és akkor most nyomunk egy ilyen, én nem olyan lány vagyok stílust, tudjátok, az ilyen. Na. Hátulról támadunk. Na mi van már? Fordulját. Fordulját. Nagyon szokatlan, hogy nem kormányjal játszom, és ugye időbe telik, amíg áttekered egyik oldalról a másikra. Itt ugye ilyen nagyon lassan megy átfordul át egyik oldalról a másikra a kormány. Ott meg ugye amilyen gyorsan tekered, az rád van bízva, tehát hogy te fizikai korlátaidnak köszönhetően akár egy tized másodperc alatt is áttekerheted, nincsen abban probléma. Na jó, gyerekek, akkor váressük neki. A follow módot majd ezenre kell, figyeljetek, ja, follow módot is nagyon kell használnom majd, meg a vizet is nagyon kell használnom. Figyeljetek, ezt úgy kellene megcsinálni, hogy ezt ilyen hót egyszerre kéne elindítani, és akkor ugye kb. Ugyanakkor telnek meg. És akkor lehet, hogy azt is csinálom, hogy amíg meg nem telnek, addig el sem megyek addig, hanem építkezek, hát hiszen tök mindegy, hogy mikor fog ez learatódni. Nem annyira sürgős a keepernek. Ugye nem kenyérre kell a pénz. 2 millió eurón van, volt már több is. Na jó, nyomjuk neki. Egyébként tudom, hogy van ilyen forintba is megadható, ugye átírhattad volna, hogy forintba írja ki, de az a baj, hogy akkor is, ha jól emlékszem, régebben próbáltam én azt a forintos dolgot, de ja, az nem lesz jó. Akkor is az történik, hogy én konkrétan nem konvertálja át, hanem ugyanígy csak annyi, hogy adanak itt forint jelet. De valahogy most ezt megint olyan elcsesztettem megyek. Remélem, hogy az belefér, ott egy kicsit kijebb van. Jó, mindegy, csináljuk már azt az építkezést, mert itt nem lesz belőlünk lószar se. Előtte mentek, mert az építkezéstől azért szoktam félni. Oké. Na, építkezzük. Aztán megtelenek, ne ez legyen, hogy itt mindig ezzel szarakodunk. Várjál, hogy kell? Mit akart a keeper? Domborzat módosítás. Nagyítsunk ezen. Nem is tudom, hogy mivel. C-vel, igen. Jó. És akkor jó vagyunk? És akkor lapítási projekt jön először, ugye? Hát figyeljetek, egy elég nagy placot ki akarok én itt lapítani. Kéne egy jó nagy, nem? Tudom, hogy pénzbe kerül gyerekek ezzel, hogy ilyen ez, de jaj. Nagyszerű. Körülbelül szerintem egy ilyen ekkora kéne, nem? Ekkora kellene, aztán akkor még elhúzom erre, és aztán valami lesz mindjárt. Nem jó helyen lapítunk, de jó helyen lapítunk. Látjátok, itt emelkedik, ott meg majd csökken, és akkor ez egy tök jó lesz, majd utána megcsinálj a keeper, hogy szép egyenletes legyen. Ne aggódjatok. Higgyétek el, most nem lesz olyan csúfott dáré, mint ami ezelőtt volt, mert most van elég pénzünk rá. Tudunk vele dolgozni bőven. Ugye 6 darab legelőnek kell hely. Szerintem ez körülbelül ekkora lesz. Ott is majd összelapégatjuk, megcsináljuk szépen, nincsen semmi gond. 6 darab birka legelőnek legyen meg a hely. Okay. Jó, ez kicsit kijebb ment, annyi baj legyen. Jó,
pénzünk van, mint a pejva, mennyi van? Van 1,8 milliónk, azért nagyjából nézzük, hogy mennyit cseszünk el. És akkor konkrétan innen már menni fog ugye a jóféle kaszálás. Konkrétan egészen eddig el fog érni a kaszáló. Szóval kimegyek, azt már a fűet tudom beordani. Bunker silóra nincs szükség, izére szükség szénapadlásra annyira, mint a sár. Ugye? Ez mi a szituáció? Jó van. Itt meg már nem kell tökölni, mehetünk befelé az erre. Ahogy né, ja, jó, de nézzé. Na, nem lesz ez rossz a platform itt. Meg annyira nem olyan nagyok a szintkülönbségek, ugye itt az elején látod. Az elejéig lesz, az csak lesimítja a keeper mindjárt. Jó. Oké, okay, ez a fűves textúra, ez nekem így adja is. Nincs olyan semmi probléma. Ennyibe kerültek? 1,8 millió van, még itt mindjárt egy kicsit leboronáljuk, csak akkor már megnézzük, hogy állnak a kombájnok. Hol 46% gyerekek, gyorsak vagyok, mint a villámok. Mindjárt megnézzük az építkezést, ne állhatólag, és akkor hajlok én erre a izére, erre modogatva, gyerekek. Hol volt az? Nem, ez a piges. Hol volt? Ez az? Ez a sípe. 100 000. Akkor az 600 000-be kerül ugye 6 darab. Hát ez izéből, ingújból gyerekek, csak ezt akkor valahogy meg kéne tárvezni, hogy ugye egyforma helyen legyenek. Figyeljetek, lehet, hogy 4 darabot kellene szimmetrikusan leraknom, nem? Nem is kéne, hanem akkor tudnánk csinálni 8 darab másik fajta dolgot. Vagy 6 darabot, akkor annyit kéne csinálnom, hogy ezt még így kihúznám arra. Várjátok, hát akkor rakjunk le egyet, aztán meglássuk, hogy mi a szitu, nem? Nem tökéletes volt a sarok. Na várja, így. Így ugye ne, a hátsó fejéhez nem kell hozzáférni. Tár nem elhelyezhető, jaj de jó. Várjás, ez what the fuck probléma volt az előtt belőle? Jaj, nem már megint, de hey, why? Ó, oh, jaj, gyári kiék. Ma megint olyan nem elhelyezhető, hát ez tömegvadulok. De mi volt ez előtt? Valami volt. De miért? Miért? Mi történik? Megpróbáljunk egy gyárit? Az a baj, az kegisebb, ugye? Meg ez nem olyan jó. Ó, ezt leengedte. Idébe egy kicsit. Hát jó van. Hát, hogyha úgy van, akkor úgy van. Általában úgy van. Lehet, hogy túl... vagy nagyobb hely kellett neki, ezzel meg nem kalkulált a keeper. Ide meg már nem engedi. Ettől vadulunk meg érted egyébként, nem mondom nektek. Ezt azt hittem lerakja, de nem. Lerakta jó, ugye? Lerakta jó. Nem, visszaveszi bazd, de miért? Ugye ránézzük, mert szerintem azt megint nem rakta le, hallod? Nem rakta le, de miért nem rakja le, hallod? Hát ez nem hiszed el. Miért nem rakja le? Ez egyszerűen őrjítő. Ezt miért nem rakja le? Mindig ezzel szívunk, gyerekek. Úgy utálom, komolyan mondom. Úgy utálom. Hogy kicsi neki a hely, vagy mi a szar van, de várjál, akkor ezt is meg kéne izélni. Meg kéne rakni így valahogy, ugye? Várjátok, ez egy síkban legyen a kettő, azért itt egymáshoz rakom. Ezt akkor itt tudsz vissza, hogy itt a kerítésbe, ugye, hogy egy vonalban van-e. Most van egy vonalban kávé, megpróbálok lerakni ide egyet. Ez jó nagy szívás, ugye egyébként. Oda lerakta, na. Jó van, oké, semmi gond, akkor kettő már le van ragva. Ugye itt középen kellene elvenni, az a lényeg, ott hátul kell neki valamit, azt hiszem, a kaját adni.
Azzal nincsen semmi probléma, ugye egy sort akarnék ide, egy sort oda, de nem tudom miért nem akar még többet lerakni, de hát jó, megpróbálunk ide még. Próbáljuk meg sorba rakni, egyébként lehet, hogy színezek megint, és akkor biztos, hogy egy vonalban lesznek, ez a kettő úgy kb. Egy vonalban lett, de lehet, hogy húzok csikot, tudod. Azt akkor ide, akkor biztos, hogy mivel van, tudom, így. És akkor húzok ki csikot, és akkor tudja, egy vonalba kerülnek, tudod, ahogy szoktuk, ahogy szoktuk. Aztán majd átfessük. Gyerekek, most azért lehet egy kicsit élni pénzkölteli, mert van. Már amúgy ugye nagyon nem lehetne, hogyha nem lenne. Persze olyan tök jó lehet elhúzni azt az egeret, így félig átlósan. Bár ugye, hogyha így raknám, akkor csak lefele kéne húzni. Mindjárt könnyebb lenne, oké. Okay. Állatólag, mi kellene néhány darab. Nem az? Chip tuning. Hozzáigazítom a kerettéshez, ugye, hogy egy vonalba fusson, kb. Jók is vagyunk. Csak az a baj, hogy hiába húztam úgy. Mert az úgy nekünk nem lett jó. Na várj, akkor állítsuk ahhoz ott. Jó, ezt most sikerült lerakni. Hát kapásból négyet le kéne raknom, és akkor utána... Kerítés az igazítás. Tökéletes lesz. Ja, hát egy kicsit. Jó van, gyerekek, most aztán annyira nem kerül pontosra, szerintem akkor le van szarva, nem? És ide nem akarja rakni, gyerekek. Ettől vadulok. És tuti valami object valahol. Na jó, meg kéne nézni a kombájnokat, mert igen. Valami object szórakozik velünk, és ennek baromira nem tudok örülni. Meddig mentek el ezek a kombájnak? Nem mondod, majdnem végigértek, hallod? Látod, ez nem olyan nagy ez a föld, elég hosszú, de... De. Jó, az mindig le lesz gömbölyidve, meg lesz csinálva a gyerekek, csak nem tudom milyen object, lehet, hogy ott megnézzük a szélébe, nem, nincsen valami, ami benyúlik, vagy valami, de hát nem kéne, hogy zavarja. Hát remélem, hogy le fogjuk tudni rakni, mert ha nem tudjuk lerakni, akkor meg... Vagy megőrülök. Oda nézzetek. Úristen, ezek meddig eljöttek? Meddig eljöttek ezek? Hát egy 6 darabot azért jó lenne lerakni belőle, nem? Legalább. De várjátok, lehet, hogy le kéne raknom be 8-at, ugye? És akkor maradna 4, böszbere, vagy ugye vannak azok a 600 férőhelyes szarvasmarha istálok. Lehet, hogy ebből kéne nyolc. Gyerekek, ez milyen hosszú hallott? Most látod, amikor végz végig rajt. Amikor végig suhadsz fölötte idejére. Mit tudom én ilyen... építkezés módban, akkor nem tűnik ez ilyen rohadt hosszúnak. Jamma! Ja, nem tudom, miért nem rakja le. Hát ezzel majd próbálkozik a Keeper ezerre. Remélem, hogy nem lesz belőle gond. Mindjárt megnézzük. Meg ugye megint lapítunk területet mindenképpen. Na mi van, az egyik kombány az továbbért. Mert még pont ugyanaddig kellett volna érnie. Ez mondjuk érdekes, nem? Érdekes. Nem megyek a fősőhöz, mert akkor nem kell fölfele fölvászorognom még egyszer ehhez a felsőhöz. Ha az alsóhoz megyek, akkor oda még föl kéne mászni, ugye ez eléggé nagy az a dob, ne kelljen itt szemben tetni a gépet, hanem majd akkor lecsurgunk szépen. Jó, azért ebben még lesz, legalább gyerekek már csak 1,5 millióban van. Azért fogy a lóvé. Ja, fogy. Hú, bassz, ez meg is telik, nem? Nem, mondjuk még nem teljesen, de azért most már kéne vinni a baj. Hát nagy baj, mi? 100 000-et keresünk, csak azért ne kell vinnem. Micsoda problémái vannak a Keepernek, gyerekek? Na.
7, 6, 5, 4, 5, 4, jó van, 4% marad benne. Mondjuk a kb. Ugyanaddig értek. Ezt is itt, és ezt itt is hagyom a francba. Aztán megyünk vissza a mi építkezés módba. Ja, itt ezt nem tudom, hogy ez mi van vele. De itt még nagyobb területet mindenképpen csinálok, mert itt szerintem kevés lesz, hogyha megfigyeljük. Ja, kevés lesz ez még. Jó, mert kb. Azon a szinten vagyunk, mint a maga a terület, szóval sokat nem kell majd itt vinkódnom azzal, hogy lapogassam. Na mindjárt várjék, megnézem, hogy itt mi a szar van ide. Miért nem enged rakni? Miért nem enged ide rakni? Milyen tököm van itt, gyerekek? Megnézzük a időt? Ezt ideugrattunk. Jó, van nekünk ilyen szép kis időnk. Aulunk. Aulunk. De figyelj, ez még ilyen izé is van. Ilyen gépszín dolog. Várjál. Itt kell nekik a kaját, gondolom, ugye? Mi a szart? Az mi? Nem mondod, hogy kell neki szalva is. Hallod? Van itt az. Nem, a kaját azt itt kell neki. Vagy a vizet, vagy a kaját egyik izébe kell. Szerintem nem. Itt lehet a vizet, itt a kaját, ott meg onnan a vizet. Itt meg nem tudom, hogy mi ez. Lehet, hogy ide keletkeznek a ballák. Na mindegy. Na, majd kiderül, gyerekek. Remélem, hogy jól működik ez a mod. Na, ha nem, akkor nagyon rácsöszünk. Igen, az időt akartam megnézni, hogy itt nincs valami fa, amelyik zavaró körülmény akar lenni. Itt nekem nagyon gyanús, hogy miért nem akarja lerakni ide. Na, mindjárt nekiesek itt a dolgok, meg gyerekek. Föld alatti, ahol ki se lehet menni már oda. Na, annyira macél a gyerekek, hogy nem enged ki. Nem baj. Kiérek a idejével. Kiérek az eszközzel. Na, hogy megszívassal itt minket valami ilyesmi. Képes jelne. Tudjátok, ezek a készítők, ezek a ideje? Föld alatti fagyfívők akarnak lenni. Nem tudom, hogy hol van itt. Itt még van ám. Gyerekek, jó el, hogy úgy a stílt, apám. De még írtátok, hogy még mindig ezzel a szálléges truzsvával dolgozgatok, az közben meg már milliókat keresek. Gyerekek, a hagyományokhoz hülyeg vagyok, ne vicceljél. Na, itt még van egy, aztán ezt kicsapom, nem tudom, nem, ez nem tudja akadályozni, de már mindenre gondolok. Jó van, valami lesz, nem gyerekek? Itt is majd szépen legömböingetem, meg minden, ugye az a lényeg, hogy csak itt a területnél legyen szép. De most megnézzük, hogy mi történt. Várjál, el kéne vinnem oda ezt a gépet útból, mert itt visszafordul a csávó. Ó, az bele is halt szerintem a földbe. Úgyhogy az egyik az meg is állt, megbeglött ott. Ja, ez meg neki állt tolatni így a végtelenségig, de jó, imádnak beletek a gyerekek, komolyan. Figyelj, nem lenne óra egyszerű, megfordulod, ugye? Tolat, figyelj, ez képes lenne most végig tolat, az végig tolat. És azért végig megy a pénz, érted? A másik az meg, figyelj, megfordult és úgy gondolta, hogy ő nem csinálja tovább, ennyi volt, vége a műszaknak, megyek haza. Ja, rendben, belement az árokba. Tök jó, hogy egyébként ezeket nem kell aratnom meg mindenet, ezeket a földeket, mert legalább így megóvom magam attól, hogy így megbolonduljak szerintem különben. De most tényleg. Itt tudom, hogy megbolondulnék előbb-utóbb, ezeken a földeken. Csávó szegény az nem tudott elindulni egyébként, annyi baj, mert nem mondom nektek. Le kellett volna szegni, ugye? Hát az szerintem nem, az, ja, az fönnakadt szépen. Az fönnakadt szépen, nem tudom egyáltalán ki fogok-e tudni én majd ide kecmeregni. A szárszórás biztosító rész az így föl van ülve. Na várjál, majd mindjárt segítünk nektek. Na, ezzel is így beleugratok, az így jó lesz. Na figyelj testvérem, te mész itt vissza, jó? Azt a kockát learatjuk már akkor.
Oké? Mehetsz. A haverodnak meg megpróbál segíteni, hogy valami okozzat. Azért megpróbálhattad volna legalább, mert nem volt ez annyira veszélyes. Jó, és akkor újra építkezés menü. Állatólag, megint 26-szor. Nézzük, hogy akkor hogy évadnak itt a dolgok, oké. Hol a shipping? Hol a szarba van ez? Mindig elkeverem-e? Na, srácok. Akkor valahogy így, nem így, így. Vonalba állítsuk. Van egy ilyen mod, tudom egyébként, hogy derékszögbe tudod állítani, hát nem raktam be. Olyan túl sokszor nem építkezünk, mondjuk, de. Úgyhogy nem lett volna rossz ez a mod. Kávé jó ez, nem? Kávé jó. Ez volt a baj. Legalább vágjátok, gyerekek, tudjátok ti is, jó? Azok a rohadt izé, föld alatti fák, a föld alatti fahívők itt izének csinálják a hülyeséget. Jó, figyeljetek, hát szerintem azért egy, még egy néhány darab azért ne vártaná. Kezdődik. Na várja. Jó, jó szellős lett egyébként, nem baj. Egyáltalán nem bánom, hogy szellős, meg hát tök mindegy, hogy szellős, nem szellős. Most figyeljetek, legyen hely, érted, forgolódni minden. Ugye meglássuk, hogy mi van. Na már csak 1,3 millió van, úgyhogy fogy szépen a lóvé. Mindjárt gyerekek, mindjárt. Na, tóla. Még kettőt minimum ledobunk, de. Még kettőt dobjuk le. Jó, úgy látom az irány az kb, hát egy kicsit el van feldőve. Kb, jó. Úgy. 6 darab elég lesz, nem gyerekek? 6 darab sípa. Hallod, ilyen 6 darabot. Ez a jó, érted, ezt mondtam egyébként, hogyha már van pénz, akkor nem kell annyit tökölni, érted? Akkor meg tudsz csinálni egy rész alatt fullosra egy időt, egy egész birka legelő projektet. Nem kell tökölded annyit. Na. Nagyjából nem. Ahogy jó van gyerekek, kéz van a izé. Kéz van a birka level, de megcsináljuk most a izéjét. A külső teleprendezés dolgot. És akkor most olyat csinálunk, hogy várjátok elvileg a középső gombot kell nyomnom. Aha, oda nézve. És akkor már mindjárt szép is lesz. Nem mondjátok, hogy úristen, hát hogyan néz ki ez az egész keeper, mit műveltél? Hát tudod? De várj, át kéne átítani erre. Ezen még jobban lehet így dolgozni. Hogy ezzel még jobban. De így szépen legöbbítjük. Ugye, hogyha a csirkéknél is lett volna konkrétan végtelen pénzem akkor, már nem végtelen, de azért ugye rengeteg pénz kell ehhez. Akkor nem lett volna az, hogy olyan csúfondári lett volna az elején. Nagyon támadtatok ugye, hogy hát elcsúfítottam meg minden. Én tudtam jó, hogy később én idejni akarom majd szebbé varázsolni, csak egyszerűen már akkor mondtam, hogy nincs rá pénz, gyerekek, more. Olyan ecset erősséget valahogy lehet állítani, azt hadném meg, hol? Ez egy őrület. Erősség megváltoztatása. Ctrl-LQ. Ja. Ez akkor nem ilyen tökölősen csináljuk. Úgy. És akkor most... Ah, most jó, most gyorsabban csinálja, látod? Na mindegy. A sárkakai jobban legebbítjük. Hát ez fogy a pénz, mint az állat. De hát az esztétikára is adunk egy kicsit. Ugye ezen a felén nem nagyon fogunk maszkani itt a birka legelőnek, én úgy érzem. Na, mindjárt meg vagyunk ám. Hát a felső részén már nem lesz ekkora ilyen nagy dombos részecske.
Azt vertjük a birkákat, de egyelőre nem veszem meg a birkákat, amíg nem vetem el fűjjel az egészet gyöppe. Nem tudom, hol kell beordani, hogy kell csinálni, vagy írjátok, vagy segítsetek azért néha. A keeper belekeveredik. Ha nem tökéletesen egyenletes, az sem baj, mert hát igazából ez egy domborzatnak hívják, az meg nem mindig úgy van, ahogy minden hót egyenes. Na itt még egy picit legyen, lapítunk rajta, jó? Na talán. Már is természetesebb hatása, oda nézzé. Ugye meg tudod húzni erre kifelé egy kicsit. Úgy, na talán. És akkor meg lesz a birka legelős rész. Itt is. Úgy. Összedolgozzuk. Összedolgozzuk-e? Na, tudod, és itt meg már tök jó, mert itt meg már arra kell dolgoznia az engine-nek. Hát itt egy kicsit, visszaveszünk ebből. Úgy. És ott is, ugye megcsinálja egy normálisan a keeper. Ne legyen ilyen szakadék, bakadék, bár ott aztán nem is olyan rossz. Szerintem ez így jó. Jó, gyerekek, szerintem egyébként tök jó lett, látod? Na, és ez akkor úgy, ó, gyerek, tök jó, nekem nagyon tetszik, hallod? Ez nagyon jó lett. Vizet, kaját, izét, kellene leraknunk egy kutat, mert szerintem vizet kell neki, meg akkor kellene venni egy lajtos kocsit. Mennyi pénzünk van? 1,1 millió, tele vagyunk repcével. Jöhetünk vissza. Figyeljetek, eladom. 56 ezerünk nem vagyunk. Innen hogy tudok legjobban eljutni? Ó, de jó, itt várjál, de vagy ide jó. Hát ezen az úton azt elvegyük jobbra. A telep mögött. Jó, eladom. Jön belőle egy kis pénz. Gyerekek, tök jó, mert konkrétan ebbe a részbe így mindent meg tudunk venni a izéhez. A birka legeléshez. Birka legelőkhöz, és akkor 6 darab van, és nem is tudom, 350-esek. Hát akkor egy 2000. 2000, 2000. Mennyi? 2-6-szor. Jó, 1800 darab birkánk lesz kapásban, ami biztos azért termelik. Hát én egyébként egy 8 darab birkát azt vettem volna, de így lesz még 6 darab szarvas marha tenyészetünk is, istálónk is. Na, itt lehet, hogy azért még jobb lesz. Na gyerekek, látjátok? Igazából a tyúkokat is így képzeltem. Már a legelejétől csak pénz, tudjátok. És most meg konkrétan annyi pénzünk van, mint a pejva. Mivel azért most már egész jól állunk. És már bele tudunk. Figyeljetek, megcsináljuk a birkákat. Megcsináljuk a szarvasmarhákat. Ugye? Akkor utána annyit kell csinálni. Ha megvan ez mind. Megvan a az összes birka, megvan az összes szarvas marha, megvan az összes tyúk. És mentek egyet, mert nehogy véletlen kikresseljünk, bármi, mert azért elég sok mindent csinálunk egy ilyen részbe. Onnantól azt kell csinálni, hogy ellátjuk az összeset, és onnan nagyon sok pénzt fognak azok hozni, de kitaláltam még valamit, amit kellene csinálni, ami annyira olyan dolgot nem akarok berakni, amelyik ilyen pénztermelő dolog. Tudjátok, van ez a napelem, meg a... Ez volt is talán valamelyikben, talán 17-ben vagy valamelyikben gyárilag, azt hiszem ebben már ugye nincsen. Napelem, szélerőmű, ugye ezeket vettél egy csomót, az összes pénzed rákötötted, azt utána csak pörgetted az időt, ment a pénzed fölfele. Nem kellett vele foglalkoznod lószart se. Na ilyet nem akarok csinálni, amivel foglalkozni kell, és gyárilag majd nekem benn van már, nem gyárilag, de van az a egy ilyen nagyon híres mód, ami ilyen gyümölcsös. Gyümölcsfákat ültetsz, de viszont kell gondozni. Tehát kell trágyázni őket, kell nekik vizet hordani, és ellenbe, cserébe ugye tudsz gyümölcsöt szüretelni, és azt ugye el tudod adni. Az viszont szerintem tök jó. Azt hiszem, hogy az a mod benn van, nincs is benn, mármint bekapcsolva, de már én letöltöttem. Lehet, hogy azzal még fogok foglalkozni. Bár, csak nehogy azt mondjátok, hogy az ilyen cheap, mert igazából azzal foglalkozni kell. Ezért nem nagyon merek hozzányúlni olyan dolgokhoz, ami nem 100%-ig a játék része, vagy nehogy azt mondjátok, mert nem csoda, hogy meglett az 1 milliárd euró, hát izet csinálta ezt meg azt.
Elnézek az árakra, mert nehogy elmenjenek közbe, vagy bármi. Na, ugye megtörténhet az. Hol van a lepce most? Ja, itt van. 1-9. Ennyi. Jó, mert ez egy, mindig egy 100 000 azért egy bedob a zsákba. Tehát amit elköltünk, ezt így visszahozza. Szóval nem olyan rossz. Csak ugye rengeteg munka volt vele, és nem éri meg. A munkára levetítve, hogy... Nézzetek, itt van a csirketelepő. És ezt ha belegondoltok, az a durva, hogy fia, itt van a horribilis nagy csirketelep. 10 000 darab csirkével. Felépítve nullárral. Hogy az a durva, hogy ezt tényleg ilyen nulláról hoztuk össze. Hogy mindig az jut eszembe, és ez, bocs, nem rajolni akarok, meg nem flexelek vele, meg nem az, hogy nagy képviség, hanem tényleg az nagyon-nagyon élmény, és ezért mindenképpen, hogyha játszatok farmingot, akkor ne azt csináljátok, hogy összecsiteltek mindenféle pénzt, mert nincs meg az a sikerélmény, akkor... Várjátok, szarfele jövök? Szarfele jöttem. Na mindegy, nem baj. Igazából annyira nem jöttem szarfele. Itt le tudok menni már ezen a fő... De nem jöttem szarfele. Jó, ez nekem erre is. Jó, lecsiteljétek szét a farming szimulátort, mert nem lesz meg ugyanaz a sikerélmény, mint hogyha a nulláról sikerül összehoznatok egy ilyen epic gazdaságot. De az tényleg olyan, mint hogyha gun modot kapcsolsz az FPS játékba, hát milyen táma van. Gyerekek, mi nagyon elkeveredtünk, mi? És nagyon kileng ez a cucc. Ez nagyon-nagyon kileng. Mi aztán már rájöttünk-e, hallod? Egy utcával én fordulunk át, nagyjából jóra. Nagyjából hülye. Rossz lejössz, bazze. De micsoda utak vannak erre? És micsoda ide? Micsoda föld alatti fák? Ne, jó van, nem fogom rá a szarvezetési stílusom. Miért? Nem rossz fejöttök, gyerek. Át lehetett itt jönni ilyen főres úton ide. Nem főres úton, de ilyen szűkebb úton, egy sávosan, át lehetett itt gyűni. Gyorsan ürítünk egyet, aztán építkezni akarok ám tovább, meg csinálni a dolgokat. Gyerekek, itt át tudjuk én vágtatni ezzel a crosszal? Yeah. Realisztikus játék. Hajrá! 2 kombány, de ezért volt érdemes egyébként egyszerre indítani őket, mert látod. Nincs az, hogy izé, hogy ilyen... rohadt messze vannak egymástól. Mert akkor meg még azzal is binkodhatnék. Egyébként most szándékosan csinálom azt, hogy nyugodtan teljenek meg. Mert ugye azért van azon kívül most még munkánk. A vetőt ki kell hozni, azt le kell nyomni idővel. Le kell nyomni ezt, az egészet, mindent fűvel. És utána azt kell csinálnunk, hogy a vetőt innen el is tudom paterolni, mert nekem nem kell a vető, ugye? Meg arra kell figyelni, hogy majd a 41-es földet akkor megvenni, amikor... Na, mondjad ma, amikor majd ide be van érve rajta, és lehetőleg búza, na, akkor kapásba a tyúkok meg be tudjuk hordani. Ezt a két kombányt meg ugye át fogjuk oda paterolni. Itt nem marad más, csak a permetező, mert ugye néha kell műtrágyázni, majd trágyázni ugye a füvet, akkor elvileg jobb a hozama, ahogy írtátok. Szóval az egy jó dolog. Úgyhogy más gépre itt nagyon nem is lesz szükség, kell majd egy kaszáló, egy kasza, valami jó dög, meg valami a nagy hamster. De azt meg ugye follow me móddal meg kéne csinálnom, hogy úgy dolgozzanak. Vagy pedig itt már mindenképp cruise mód, vagy a cruise play kellene, mert ugye... gépi munkásra nem tudsz kaszáltatni, meg nem tudsz hamstereztetni, viszont az nekem azért jó lenne. Jó, oké, várjatok, mit akartam megnézni? Rá akartam nézni még erre a területre. Ja, jó ez egyébként, nekem tetszik. Nem bírom én ezt, jó, nekem tetszik tényleg, szuper. Ami ide kellene még, viszont még nincsen itten vége annyira, gyerekek. Elcsesztem valamit. Na kéne nekem szénapadlás, nem kevés. Viszont a szénapadlás, az egyáltalán mi van nekem olyan? Az a baj, hogy szerintem szénapadlásom csak ilyen 250 000 literes van. 90 000-ért. Viszont ez meg ugye, ez tudott 500 000 liter, csak nem akarom, hogy zörögjön. Multifruit.
Van siló, múlt is, de hát ebben mehet az izé, szalma is. De várjál, hogyha ezt lerakom, akkor azt a siló bővítése meg tudom lőni. Hát az a baj, az 250 ezer literes. Ó, jaj. Hajlott. Na, ez szerintem ez nem működne azzal. Hát mindegy, akkor ez lesz, gyerekek. Hajlott. 250 ezer literes. Várj, de ez a füvet... Várj, ez csak széna és szalma? Basszus. Hát viszont ez azt hiszem, hogy a füvet is, nem? Ez lesz a fű itt. Ez a multifruitos. De 100 000 az allod? Megőrülsz. Hát ez nem lesz nekem jó. Erre ki kell valamit találni, gyerekek, mert ez így nem lesz jó. Ez nem lesz jó. Viszont, várjál már, akkor el kell... rendet kéne rakni. Gondolkozzunk, jó? Mindjárt a gyerekek. Például... A fast track. Hogy áll a fast track? Az jó, mert majdnem tele van. Ezt át kellene állítani kapásból. Fűre. Jó. Meg akkor kellene nekem a nagyvető. A kis traktor az mara. A kis traktort lehet, hogy áthúzom addig ide. Úgyis most itt fogunk tevékenykedni. Azt lehet, hogy áthúzom oda, gyerekek. Jó, addig meg átgondoljuk a helyet. Jó? Áthúzzuk oda. Áthúzzuk oda. Innen a hamster kell oda. A nagy vető. Hát igazából az csak egyszer kell. A vetők azok egyszer kellenek, csak a permetező kell innen. Mondjuk nem lesz rossz, ha? Na, nekiállunk akkor birkát tenyészteni. Jó. Nem lesz ez rossz, nem lesz ez rossz. El kell vetni az egész földet. El kell vetni ezt az egész rohadt nagy földet. Hát ja, innen eljövünk, ennek semmi értelme nem lesz itt. Eladom róla a dolgokat, tehát ott a, vannak ezek ott a... ahol ugye tudok venni magot meg mindent, azokat is eladom, és akkor igazából a vető is, vagy nem, a permetező is ott ezen a területen fog lenni, itt ugye a birkáknál. És akkor itt lesz még egy gazdaságunk, ugye van a csirkéknél egy gazdaságunk, van itt a birkáknál egy gazdaság, meg lesz egy, gyerekek, ez ennyibe megy. Azt hittem, hogy van megállatunk, bassza, komolyan. És akkor lesz egy, a marháknál lesz még egy gazdaság, 3 darab gazdaság lesz a területen. Ezen kívül ugye még a disznók tartással foglalkozhatnék. A disznó tartásnak nem látom nagyon értelmét, ha csak nem ugye rakok be ilyen modol, volt aki írta, ismerősöm ráadásul, hogy rakjak be ugye ilyen húsfeldolgozó telepet, ilyen modoltot, és akkor ugye ott már is változik minden. Nem legyen akarom. Biztos, hogy előbb-utóbb... Várjátok, ezek minden, mi van? Aztán mondjátok, összeakadtatok, mert megvadulok. Nem hiszed el, hallott, hogy összeakadtak. Nem hiszed el. Nem hiszed el. Összeakadtak pont. Jó, mindegy, menjek ki a végéig. Vagyunk. Hallod, 2 darab kombáj van, de az összeakad. Jó. Hát lehet, hogy egyébként még egy picit megnagyobbítanám, meg akkor meg a hajlottoknak kellene hely. De azt kellene csinálnom egyébként, hogy ne legyen 10 ilyen... de nem, szénapodlásra nem rakhatom azért a füvet. De a füvet azt hol rakhatom? Csak ilyen multifruitizési lobba? Hát meg a bunkers lobba beteríthetem, nem? Hát meg... Valahogy nem. Hát meg mit tudok vele? Vagy bálázni tudom, nem? Azt sem tudom. De ilyen becsomagolt bála, de hát az meg szilás lesz belőle, az meg nem kell nekem, úgyhogy ez fölösleges lenne. Gyerekek, 14-jel azért csak elhúzom ezt a szart. 12. 10. 9.
8-szor. 8-szor, 9-szor, megy ez gyerekek. Hát azon a dombon, ha felmegyek, akkor csoda történik. Ha? Jó, felmentünk. Oké. Na akkor ez egyelőre így marad, jó? Aztán ez még folytatás lesz. Na mindenképpen még azért lesz itt dolgunk. Ezt el kéne indítani visszafelé valahogy. Legyen egy kis pénz. Igen, figyeljetek, 1,2 millió van, ami nem rossz. Ugye bőven a birkákat be tudjuk indítani. Gépet egyelőre úgy érzem, nem kell, nem kell vennünk. Ezt lemaradom, nem vagyunk itt semmit, srácok. Ezt megindítjuk itt ezen a csikon, lehet, hogy nem a legszélén, hanem akkor ugye itt. Az meg megtelt, és ez jó helyre fog érni, úgy látom, hogy pont ott van a kraz. És akkor megint nyomunk egy eladást. Igen, belekezdek egy picit, aztán hadd menjen. Úgy mehetsz is, testvérem. Oké, megyünk a krasszhoz. Ez körülbelül az a nézetek, ki van számolva, hallod? Ez azért ki lett számolva most. Néha azért vannak szerencsés pillanatok. 92%-on van, figyelj, kinyitja. És ez le is fogja egybe az egészet? Jaj, de szerencsénk van, hallod? Jaj, de szerencsénk van. Ez szerintem végig is fog érni rajt. Ezeket jó aratni, ezeket a hosszú vetéseket, vagy ezeket a hosszú földeket. Keveset fordul a gép, aztán annyira túl sok minden nem tud elcsesztni, ugye? Ez nagyon kemény egyébként. Egyébként ez annyira nem rossz meg. Hát nem akarom permetezni, nem akarom csinálni ezeket a munkákat vele. Inkább én az állattartáshoz jobban érdekülne. Úgyhogy azért inkább abba fogok menni. Hát ezt figyeljetek, el is kéne vinnem, mert ez így nem lesz jó, hogy már annyi van benne, 52.000 liter. Úgyhogy elmegyünk, eladjuk. Ez a baj, másik ideál, meg már nagyon-nagyon tele van, elő megyek. Az a baj, ebbe meg mennyi fog férni? Hát ebbe, nem, be is fér a másik ideál, az jó lesz. Csak gyere már gyorsabban, testvérem, az urba. És akkor lemegyünk itt ezen az utad, okosba. Úgyhogy át tudok gangolni, persze. Hát akkor füljjel ezt lekövetni az egészet, kész. Nem valami nagy kunszt lesz, következő részben van mindenképpen el lesz vedve. Ó, te fiú, mi van? Megállta? Gyerekek, ez nem tud tolatni ezzel az eszközzel, most próbálok tolatni. Maximum, ó, jó van. Ez ide beállt. Várj a testvérem. Ahogy csináljunk magunkkal, mert ezzel nem vagyunk előbbre. Oké. Okay. Ugye tolatni nem tudsz ezzel, most az a baj, a kerékre nem nagyon látsz rá. Látod. Ez történik, ha tolatni akarsz. Nem azért, mert bele voltam akarva, hanem egyszerűen képtelen rá, és... Ibaze. Jó, ez a van baj. Vissza kell mennem elindítani a gépet. A fent. Nagyon fent hordja az orrát ez a gép. Jó. Isten áldjon. Ezt meg eladjuk. Ez nem is 70.000 literes, hanem csak 60. Mindig úgy emlékeztem, hogy ez 70.000 literes. Azért visszakerül legalább az az ára, amit befektetünk itt ebbe a projektbe. Ugye a birka legelő projektbe. Hát most imádkozzatok, hogy ez így menjen át itt.
épp hogy. Gyorsan levi harcok a szaladok. Ja, hát itt figyeljetek, innen megy minden. Megy a háztól minden. Na jó, mert igazából ugye nem kell olyan rohadt sok gép se. Az állattartáshoz egyébként az is jó, hogy specifikusan ráállsz egy ilyen állattartásra. Ezt megveszed hozzávaló gépeket, ezt utána például félek a birkához. Az tök jó, mert nem kell aratnod se. Vagy nem kell vetned se, érted? Nem kell kultiválnod, hanem a füvet azt csak nyírod, mint az Isten nyila. Úgyhogy a birkák, én úgy érzem, hogy azok jók lesznek. Nagyon sokat írtátok, hogy birkát csinálják be, az nagyon megéri, meg nagyon jó, meg nagyon igénytelen. Úgyhogy az menni fog mindenképpen. Aztán a legutolsó lesz a szarvasmarha, igazából szerintem szint szerint is szarvasmarhát mondanám a legnehezebbnek. Jó, ugye annak kell a legtöbb dolog, az a legösszetettebb. Ez igen. Ennek a tetején nem lettem volna hallott. Csoda, mindig jó idő van, nem? Szerencsénk van. Birka legelő. Na, egy kicsit megint megindult, megint egy új projekt, ezt szeretem. Hogy nem ugyanazt csináljuk. Azért is jó, hogy nem. Szantunk vetünk garatunk, mert így legalább mindig valami új dolgot ki tudok próbálni, valami új dologba bele tudok fogni. Hajrá! Mi? Oké, nézzük, mi a szituáció. Jaj, ez meg lehet, hogy tolat megint. Gondoltam be azzal. Megint tolat. Ezt megindítom a szélim, vagy valahol. Ugye, valamit csinálunk itt vele. Legalább a csávó, aki érkezik, az könnyen vissza tud fordulni, mert itt van egy fa, az lehet, hogy nem tenne neki jót. Meg ugye a föld alatti fák. El is adtuk, megint 117 ezer. Jó van, gyerekek, termeljük a lóvét, mint az állat. Azért annak tudok örülni ám. És mindjárt le van aratva. Nem egy olyan túl nagy pénz, de most egyébként nagyon jó jött ez a repcepénz. Na mehet is, talán le is fér. Elférsz? Pont elfér, jó van, oké. Okay. Na, szupi. Szupi. Ez meg szépen megy arra, az meg jó erre. Ezt a kis kockát le. Nyomják aztán minden frankon ez gyerekek. Igen, a időben nem tudom, hogy mit csinálják. Nem tudom, vagy füvet, azt mibe tudom tárolni normálisan. Bukkás silóban valahogy nem szívesen tárolnak. Nem tudom tárolni, mindenképpen meg kell forgatni, és szénát kell adnom nekik. De a szénát azt meg tudnám akkor helylottba. Hú, gyerekek. Már kettőször csippant az órám, az azt jelenti, hogy legalább egy órája vagy a videó. Lehet, hogy egy kicsit most eltávozok. Visszamegyek mindenképp, és akkor valahogy majd kiokulnáljak itt, hogy legyen ez az egész. Meg még lehet egyébként, hogy fogok még kettőt lerakni, még kettő birka legelőt. És akkor ideje lenne 8 lenne ebből, meg 4 lenne akkor a marhából. A marha az úgyis, nem, fele-fele legyen. Akkor most a marhát azt majd ne anyagoljuk már. És akkor 32 állatollal dolgozunk, a létező legnagyobbakkal. Amik ugye itt modokba bent szerepelnek. Még érdekesen, a portkocsik, amikor üres, az egy kicsit furcsán viselkedik. És már két kombány megint nyílek. És gyors még leüdítek. Azért jó van ebből, azért jön pénzám. Azért jó ez a kis pénz, ez a kis plusz pénz. Azért jó ez a kis plusz pénz. És ez nem lenne ma, azért fogyott volna rendesen. Együnk belük szembe. Itt talán nem fog lekoppadni. Kiderül. Mert hogy meg is állítom. Állj meg, Dezső! Meggyűjtte be! Állj meg! Francot nem állsz meg, mi? Jó, Dezső, nyugodj meg!
Nyugodj meg, nyugszik a beteg. És hol a másik? Ez pont fordul, mert 3 km, most 5 km per órával megy, pont fordul a föld véget. Jó, hát ezt leürítem, egy kicsit drasztikus voltam, tudom, bocsánat. 18:43 megy az idő, várjátok, nem? Nem változott olyan sokat a... Nem. Hál' Isten. 8:76. Hát tudsz indulni, Dezső? Hát ez de... Idő. Nem foglalkozik vele, megy mind az őrük. Jó, a másik meg úgy látom megindult. 92%, 8-szer jön fölfelé a dombon, mind az őrült. Lemegyünk elé, aztán már meg is vagyunk ezzel. Most sem meg vagyunk ezzel a földetök, jó. Hát én lesz egy kaszálló, na, nem? Lesz egy kaszálló. De jó lesz, figyeljetek, meg lesz az egész kaszálló, és akkor ha akarom, akkor tudom úgy csinálni, hogy lekaszálom mondjuk felét. A másik fele rajt marad, amíg nő az egyik fele, addig meg a másikat tudom kaszálni. Úgyhogy a kaszálás az nem egy nagy eresztés. Szépen lehet csinálni. 97%, hát ezt pont nem fogok tudni alakordulni, gondoltam időbe. Ugye meg csövet is kinyitja meg minden. Snoop Dogg! Na mi van, Dezső? Nem tudok elindulni. Nem indul el, lehet, figyeld, emelkedő fölfele, egyszerűen nem indul el. Itt cseszhetem. Ugyanadunk meg, nem indultunk el. Dezső, hogy iszed ki? 100%, most már cseszheted, most már cseszheted. Ele mullő. Jó, itt már van még egy darab csík. Aztán akkor meg is vagyunk. Szerintem a másik, az lehet, hogy vissza fogod fordulni. Bepattad, gondoltad, meg ráadásul toladba gondolkodik. Aminek Keeper nem örül. Figyeljetek! Konkrétan három csík ezekkel együtt. Mármint van ez a csík, meg amit hajt a másik, meg még egy, és meg vagyunk. Jó, hát ezt nem vagyom ott. A birka legelők indulnak. A birka legelő projekt. Szándékosan jó szellőt raktam, mindjárt még ránézek, hogy az tényleg így jó lesz-e. Aztán... Akkor igazából rá tudok menteni is ma. Mindjárt ránézünk, gyerekek. Ja, hát jó szellős, figyeljetek, no problémo. Talán nem tévedek el rajt. Hogy így van ez? Ja, így van. Így kell nekem néznem, így. Itt fogok közlekedni ugye ezen a vonalon konkrétan. Ami nekem fontos, az ugye valószínű, hogy ez. Itt valószínű, hogy kaját kell adnom. Szerintem ide kerül az elkészült termék. Itt meg ugye be tudod adni a birkát. Ezer 500-ba kerül egy birka. Na akkor jó, számoljunk egy gyerekek gyorsan, jó? 1500-ba kerül egy birka, meg a plusz a szállítás. Ez mennyi? 1600. Most én nem fogom szállítgatni szerintem. Ide kell valószínű, hogy a víz. Jó. De nézd meg, látod, domborzat tök jó össze lett hozva. Szerintem tök jó lett. 1600-ba kerül. Egy birka, nekem meg köl, mennyi? 350. Ször 2, az 700. Ször 3. Akkor 2100 kell, hülye vagy? 2100 kell, ugye? 2100 szor 1600. Így azért itt köll azért lóvé, bassza. Úristen! 1000 darab birka az már 1,6 millió. Azt a betyár, akkor ide kell lóvé, gyerekek. Addig a birkát meg se veszem. Kell ide zsetona. Kell ide zsetona. Úgyhogy akkor elvetjük a fűjét, megcsinálunk mindent, ezt utána akkor ezért folytatás következik. Hát ide kell, bazzel, nagyon sok pénz. Most látom. Úristen. Akkor ide kell egy ilyen 3,2 millió az összes birkára. 3,2 millió? Megint? Hát itt csak költség van. Te Jézus Isten, gyerekek, csinálnánk egy ilyen költségvetést, hogy mennyi költöttem be ebbe a játékba, te Isten. Na jó van, gyerekek, köszönöm szépen figyelmet, jók legyetek, csácsubi.